Összesen 6 fiú és 6 lány csapat érkezett pécsi intézményekből, valamint a Kozármislenyi Janikovszki Éva és a Gerezslaki általános iskolából a legkisebbek városi atlétikai bajnokságára. A pécsi Bártfa utcai iskola tanulói már mindhárom versenyszámmal végeztek. Kellett csinálni kislabdahajítást, váltóversenyt és ilyen futást, és szerintem nekem a váltóverseny. A gyerekek többsége más sportot űz már, de szeretik az atlétikai versenyszámokat is. Váltóversenyt kellett, meg futni kellett versenyt, meg ott hajtani kellett labdákat. Nekem nagyon tetszett. A pécsi Bártfa utcai általános iskolában fontos a sport. A gyerekeket egész kiskortól a mozgásban gazdag életmódra nevelik az intézményben. 6 gyerekkel jöttünk, hát a múlt héten sikerült összeszedni a csapatot, és nagyon lelkesek voltak. Mi fontosnak tartjuk, hogy amennyi versenyre csak tudunk, eljussunk, és hát az egyik alapsportág ugye az atlétika, amire mindig eljövünk. Mi most végeztünk, szerintem nagyon jól szerepeltünk. Hát a többi csapat eredményét még nem ismerjük, de én elégedett vagyok. A versenyt lányoknál a Kozármislenyi Janikovszki Éva általános iskola csapata nyerte, míg fiúknál a Meszesi általános iskola tanulói érték el a legtöbb pontot. A tét a városi bajnoki címnek az eldöntése. Hát mi diákolimpiai versenynek hívjuk, hiszen ugyanolyan feltételekkel rendezzük ezt is, mint az idősebb korosztályokét. A mai napon a legkisebbek, az első-második osztályosok vannak itt a pályán. Ők döntik el azt, hogy melyik csapat, illetve egyéniben ki a legügyesebb atléta palánta jelen pillanatban itt a városban. Elsősorban a nemzeti alaptantervhez igazítjuk a versenyszámainkat, ezért nincs távolugrás, mert itt még ugye ebben a pici korban még a iskolában nem tartanak ott, hogy oktassák. Futószámok vannak, illetve a kislabdahajítás, amit már egész kiskortól kezdve ugye gyakorolnak a suliban is. Atlétika, kispályás labdarúgás és kézilabda sportákban nevezhettek a 200-nál kevesebb tanulót foglalkoztató intézmények a kisiskolák diákolimpiai bajnokságára. Az atlétika megyei döntőjén Baranya 15 intézményének tanulói vettek részt. A Vémindi általános iskola az összetett csapatversenyben nem indult, egyéni versenyzőket és 2 svéd váltót neveztek a megyei fordulóra. Vémindi általános iskola vagyunk, veszélyeztetett gyerekekkel, vagy évtizedek óta már jövünk versenyre, kisiskolákért a országos versenyeken is szerepeltünk többször, Debrecenben, Újpesten, az MTK pályán és így tovább. 2 svéd váltócsapattal jöttünk, egy lányjal és egy fiúval, és 2 egyéni versenyzővel, 800-as síkfutókkal. Voltunk is, most 3 nappal ezelőtt voltunk egy kisiskolák labdarúgó tornáján, amit térségének hívják, és onnan az első 2 csapat jut tovább. Ott nem volt szerencsénk, holott idáig, ezt az utolsó évet leszámítva mindig benn voltunk a legjobb 3-ba a térségén is. A Mohácsi Boldog Gizella katolikus általános iskola fiúknál és lányoknál is indult az összetett csapatversenyben is, és minden évben eljutnak a tanulók az országos fordulóra. 12 fővel érkeztünk Mohácsról, és a svédváltó, illetve az egyéni összetett is a csapatversenyben szerepelünk. Mi egy katolikus iskola vagyunk a pécsi püspökség fenntartásában, Mohácsról, Boldog Gizella katolikus általános iskola. Mi minden évben itt vagyunk ezeneken a versenyeken, és próbálunk eredményesebben részt venni. Mi fociba is indultunk, kézlabdában nem tudunk, mivel kisiskola vagyunk, és nincs annyi diákunk, hogy a lányok el tudjanak indulni, ezért csak ebbe a kettőbe indultunk. Különösen fontos a sport a Néri Szent Fülöp katolikus általános iskolában is. Az intézmény alig több mint 80 tanulója, jó részt a környék hátrányos helyzetű családjaiból származik. Atlétikára jöttünk ma, és 4 vagy 5 próbába indulunk, mindannyian, hát én megyek 4x100-ason is. Hát voltunk az előbb 100 méteren, azt meg is nyertem a futamomat, meg az egészet ugye, de távolugrásba viszont beléptem mind a 3-ba, és az nem pont. Még van vissza a kislabdahajítás, meg a 800, meg ugye a svéd váltóban 400 méter. A nérisek korábban nem csak a kis létszámú iskolák között, hanem az atlétika diákolimpiai csapatbajnokságban is értek el már eredményt, ahol a nagy iskolákkal is felvették a versenyt. A mai mostani kisiskolákat esélyesnek tartottam, csak sajnos ugye a Dávid, ahogy mesélte is az ő interjújában, elcsúszott, ott
a távolugrás valamiért neki nem annyira fekszik, és ugye nem lett érvényes ugrása. Úgyhogy sajnos most kicsit reménytelennek érzem ezt az első helyet, pedig nagy reményekkel jöttünk, meg lett is volna nekik esély, mert nagyon ügyesek eddig, csak ugye most így ezzel az ugrással elcsúszott, és úgy gondolom, hogy azért vannak itt ügyesek, ügyes csapatok rajtuk kívül is, úgyhogy még azért reménykedem, de nem tudom, őszintén nem tudom, hogy... Hát nálunk a labdarúgás a fő, nagyon-nagyon ügyesek benne, viszont idén sajnos nem hozták azt, ami a papírforma volt, úgyhogy ott is voltunk kisiskolákban, második helyet hoztunk el, de tényleg éppen csak lecsúsztunk sajnos ezekről az első helyekről, ugyanígy a futsztálban is második helyet hoztuk el, és a sima diák olimpián is második hely, ugye megyeibe jutottunk el, úgyhogy sajnos most idén így sikerül, de reméljük majd jövőre. Az összetett csapatversenyben fiúknál a Szederkényi általános iskola győzött, lányoknál pedig a Sombereki általános iskola. A svéd váltott fiúknál a Geresdlaki általános iskola, lányoknál pedig a Boldog Gizella katolikus általános iskola csapata nyerte. 600 és 800 méteren az első két egyéni versenyző jutott az országos fordulóra. A többi versenyszámban pedig csak az elsők, valamint a legjobb fiú és lány svédváltó és a legjobb fiú és lány csapat képviseli a megyét az országos döntőn.